Műsorunkat a Space, a Neumann, a Sennheiser, a Universal Audio és az ATC támogatta. Stratégiai partnerünk a Magneuton Music Group. Halló, halló, szép napot, szép jó estét kívánunk mindenkinek. Ez itt a Magyar Producer Workshop legújabb, nem élő, de legújabb adása és vendégem ismét ebben az évben másodjára Galambozzoli. Zoli. Szia Zoli! Sziasztok! Szia! Jár Wow! Minden Köszönöm. vendégünknek! Na, rég volt itt nálunk, és azóta az emberek teljesen beizgultak a könyved miatt, olvassák a jelenlegit, uh -huh. és hiányérzetük van azzal kapcsolatban, hogy mikor jön a következő. Úgyhogy nyugtassuk meg, kedves nézőinket és hallgatóinkat, hogy készül, én már csestetlek. Igen, <laughs> igen. Meg is van a vázlat. <laughs> Na, tehát nem, nem ér véget ezen elmélet, annyival amennyit ott olvastatok nyilván, mert ez csak a, a bevezetés volt, kvázi egy ilyen kicsit ezt. Úgyhogy idén ősszel jön a második rész, ezt mindenképpen a lelketekre akartam így kötni. Nyugodtan mondhatjuk, hogy így bezárul a kör, így nagyjából a téma ügyileg, ami, ami bizonyos a kezdők ér, számára... Bizonyos értelemben igen, sőt, hát azért a kezdők elég erőteljesen tovább léphetnek, úgyhogy... A kör, a kvintkör kör bezárul. A kvintkör pont, pont ezt akartam mondani. No, nagyon sok visszajelzést kaptál amúgy, hogy nagyon érthetően tényleg végre így, így, sikerült elmondani a dolgokat, és nagyon tetszett nekik az interaktivitás is, úgyhogy ez egy külön piros pont, úgyhogy ha meg szeretnétek rendelni, akkor ezt meg tudjátok tenni az mpvmedia.hu oldalon, és akkor lehet készülni, összejön a következő, és így a kettő együtt fogja igazából elnyerni majd a, a, végleges, átlátható tudásanyagát, de még egy csomó minden másja. No, és ha már zeneelmélet, akkor valami fajta zeneelméleti témával készültünk ma is, és egy tök jó témát hoztál nekünk. Felkonferáld, hogy felkonferáljam én? Rád bízom. Uh, akkor, akkor már így már benne vagyok. A mai témánk az az lesz, és ezzel kapcsolatban várjuk majd a kommenteket, hogy bizonyos stílushoz milyen mértékű zeneelméleti tudás szükséges, tehát milyen mélységekbe kell belemennünk bizonyos stílusokban. És ez egy tök aktuális kérdés, mert amennyi ember annyi stílus, és igazából nehezen tudják az emberek így behatárolni a tol-tol-tolik határt, vagy, vagy lebecsülik, vagy túlbecsülik, amit meg kell tanulni. Úgyhogy ez lenne az első kérdésem, hogy mennyire szokták általában az emberek, akik téged megkeresnek, hozzád is szoktam túl a tanítványokat küldeni, teljesen változó stílusokból, esetleg majd gitárpik, OCD-seknek, e, hogy mennyire szokták túlbecsülni azt, amire szükségük van, vagy éppen alulbecsülni? tudásmennyiségbe, vagy hogy miket kell elsajátítani ahhoz, hogy az ő stílusokban el tudjanak mondjuk kezdeni dalt szerezni? A személyiség függő. Tehát azt gondolom, hogy aki, aki zenében, zeneszerzésben, hangszerelésben ö, túlbecsüli magát, vagy alulbecsüli magát, ez egyébként az élet más területein is így. Ez inkább ilyen én kép kérdése, azt gondolom, de sajnos jellemző, hogy sokan azt hiszik, hogy már tudnak bizonyos dolgokat, de aztán kiderül, hogy nem ez főleg elektronikus zenében. Pár kereszt kérdés után ez így. Igen, tehát hogy, hogy ugye sok olyan szoftver van, zenei szoftver van, ami elképesztően elkényezteti a, a zeneszerzőket, vagy az alkotó művészeket, mert hogy, és nem szídom egyiket se, mert nyilván mindenkinek megvannak az előnyei, de ugye az Ableton, ami te is azzal dolgozol, nem akarod megbántani. Ja, <laughs> nem úgy, fogom fikázni. Igazából mindenkit fikázhatod, mert... Mindegyiknek van hátránya. Ma, 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 dél leszek a, a másik oldal. Jó, jó, ezt tök jó, azt bírom. Szóval, hogy a, az épültónál én amennyit én láttam belőle, azt látom, hogy ugye ö, a hozzá nem értő beüti, hogy milyen hangnemben akar dolgozni, és ő kész akordokat ad ehhez a hangnemhez, amiket csak így be kell oldalról húzkodni. Nem, az Ableton csak annyit tud, hogy a skálát tudod beállítani a, a MIDI keyboard. És az akkordokat nem? Az akkordokat nem. Az akkordokat az ilyen külső. Az, egy, az ilyen külső gyártótól van. Ilyen ja, mert láttam ilyet, hogy, hogy Abletonban dolgozott valaki, és akkor a... Az neki volt egy mapparenc. Az Ableton annyit tud, hogy be tudod állítani, mit tudom én, van ott 30 skála, és akkor ott be, becsíkozza neked, hogy éppen mik vannak a, a, a skálában. Igen. Tehát akkor tudok mondjuk freakben is dalt Igen. Na, akkor... És akkor beszínezi neked, hogy abban mit tartoznak bele, és ha mondjuk, Logikban logicban vagy, ott még kvantálni is tudod. De ez nem hibája az Abletonnak, ez igazából csak ez, ebből azt akartam kihozni, hogy ugye nagyon elkényezteti a kvázi alkotózenészeket, az alkotó művészeket, mert hogy neki nem kell tudnia, hogy adott esetben most egy említett freak skálában milyen hangok vannak, és annak miközben a durskálához, tehát nem igazán kell az elméletet ismerni. Egyébként ez szerintem kortünet, tehát ez mindenben így van, autóvezetésben is, tehát most már parkolni se kell tudni, meg hát, vezetni se kell tudni, minden automatikusan De a, de a, automatikusan a kérdés működik. mondjuk itt, hogy, hogy mondjuk, és akkor itt már a témánál vagyunk, hogy egy elektronikus zenéhez mondjuk, ha már így, így földobtad a témát, mennyire kell tudnunk nekünk, tőle, mennyire kell ismerni? Tehát mennyire szükséges tényleg ismerni most akkor a vezetés példánál, hogyha egész életemben automata váltós autóval megyek, és nem akarok indulni a semmilyen Grand Prix-n, meg Rallin, csak elmegyek bevásárolni a Tesco-ból hazáig egy héten egyszer, arra az automata váltós kvázi megteszi. Megteszi, ugyanakkor én folyamatosan a kartoskodok a tudás és az egyre nagyobb tudásfejlesztés mellett, tehát én, a, én a, abban hiszek, hogy azért vagyunk itt ezen a földön, hogy minél több tudást szerezzünk, és minél többet fejlődjünk, hozhat az élet egy olyan esetet, hogy ez a valaki kap egy csereautót, vagy át kell ülni egy olyan autóban, bekuplunk van, és akkor bajos. Tehát nem árt a tudás. Nyilván. Nyilván. Nyilván én is ezt propagálom, szóval nem direkt mondok ellen, csak hogy vannak olyan szinten a programok, hogyha mondjuk egy ilyen nagyon konvencionális, nagyon egy a zenét kell megcsinálni, arra tényleg elég. Abszolút. Persze. Abszolút, és egyébként hát itt érdemes arról beszélni, ugye, hogy, hogy, attól is függ, hogy ki milyen szoftvert használ, mert ugye például a Cubase nem csinál ilyet. Tehát nem, nem tudsz ilyen előre gyártott panelekkel dolgozni, ha csak nincs valami olyan pluginet hozzá, de maga a szoftver alapvetően a teljes zenei szabadságot nyújtja, amihez viszont ugye nagy tudás kell, mert akkor tudni kell, hogy mihez nyúlok. Egy bizonyos hangnembe behatárol engem egy egy szoftver, és nem tudok benne rossz hangokat, kvázi rossz hangokat beletenni, akkor ez meg egy bizonyos műfajon belül ö, tök jól tud működni. Tehát, hogy ezek igazából mind ilyen cél cuccok. Amúgy, ha, ha ide nézel pont elé, de ezt most nem látják a nézők, itt van egy MIDI keyboard, nem mondom a márkáját, és nézd ezt a gombot. Tehát már a, a, a gyártók is mifelé mennek. Mi ez? Az egy scale gomb. Uh -huh. Gondolatot, hogy mit állítok vele? Na, cuki. Tehát, tehát nem tudsz mellé ütni. Nagyon jó. Na, nem, csak hogy illen... az egész világ, amit mondtad, hogy az egész világ erre, erre megy, ebbe hogy egyre az több egyre köbb fogóckodót ad, nyilván azért, hogy rájöttek szerintem a Covid után, hogy a célközönség nagy része már nem biztos, hogy a prók. Igen. Ha, hanem, hanem, a otthon önmaguknak zenélő saját maguk szórakoztatására. Hát egy COVID profi alak... zeneszerzőnek nem is elég egy ekkora master keyboard például. Tehát nyilván egy profi zeneszerző az <gül> valamilyen <gül> szinten zongorázik, akkor Igen. ő már szeretne súlyozott billentésen. És akkor kell a hét oktáv neki. Igen, tehát... Igen. de tudod, mit mondott a Tomi erre, hogy neki nincsen ennyi zenei ötlete, neki elég, neki elég <gül> <gül> a, neki két oktáv is. Egyébként elég. Hát, ráadásul van rajta de hogyha mondjuk valami komolyabb kontemporári uh, jazz darabot akarsz feljátszani, mm. akkor nagy bajba vagy azzal, hogy behatárolnak, hogy milyen skál, mert ugye ott vannak váltóhangok, meg behelyettesítések, meg a rendszer meg a minden őrület, meg bizonyos uh, frázisokat nem lehet eljátszani három oktávon. Hát ez elég nehéz. Ha zongorázni kell, vagy... vagy. Tehát nyilván uh, visszatérve erre az alapkérdésre, mi a cél? Ugye meg mindig idegük ki az összes kérdésnél, hogy Tőlem is tanítványok megkérdezik, hogy akkor milyen szoftvert vegyek, meg milyen cuccot vegyek, és mindig, mindig, visszakérdezek, hogy mi a cél, mit akar elérni. Vannak olyan tanítványai, magántanítványai, akik a, az egyetemről ismernek, tehát az egyetemen tanítottam őket, és a, az egyetem befejezése után fölkerestek, hogy magántanítványaim lennének. Ők gyakorlatilag Jeston szakot végeztek, hát a kodolányit végezték, nem teljesen Jeston szak, de ugye ott azért már nyilván elmélyülnek ezekbe a zeneelméleti kérdésekbe is teljesen más típusú cucc kell neki, teljesen más típusú oktatás igényel, mint mondjuk valaki, aki idénben gondolkodik. És általában, minket, mint akik mondjuk Jazz Tanszéket végeztek, ő jazzzel is foglalkoznak utána? Vagy komoly zenével? Komoly zenével nem, az, az nem jellemző. Vagy jazz, vagy pop szakma és akkor nekik nem nincs meg ez a tipikus zenei sznobéria, ami a jazzeseknél általában már van, hogy csórik azért eléggé mély tudással rendelkeznek, aztán a, meg a pop szakma meg a pofára esést, hogy, hogy abból a tudásból nagyon-nagyon kevés hányadát használják gyakorlatban. Én azt gondolom, hogy a pop szakmához is nagyon nagy tudás kell, mondjuk produceri szinten, csak másfajta, mm -hmm. mint amit tanítanak a, a jazz szakon. De hát vannak kezdeményezések, mert most például a Debrecen, Egyetemnél, a Debrecen Egyetem keretein belül indul egy könnyű zenei szak, ami már nem Justin szak lesz, tehát kifejezetten pop-rock könnyű zene, mert meg kell tanulni mást is. Tehát igen, annak idején, amikor Justin szakos voltam, akkor volt, volt egy bizonyos réteg, aki, sőt még a tanárok között is volt, akik hát nem becsülték túlságosan sokra a popzenét, a rockzenét. Pedig pont a 80 90-es években azért a rockzene is olyan mélységekbe hatolt zene elméletileg. Olyan harmóniákat, meg olyan dallamokat mm. ö, alkottak, hogy azért a, azt jó lett volna megtanulni akkor az iskola keretein belül. Nem tudom, hogy most mi van, tehát hogy mekkora Nobéria, sznobéria. Ö, minden esetre ez mindig, ö, mindig hiba lebecsülni bármi, mm. bármilyen más másmilyen dolgot, mint amit mi csinálunk. Tehát, hogy ezt, ezt én sose, sose szerettem, sose tudtam ezzel azonosulni. Annál is inkább, mert most egy még ötvenen túl is én magamat képezem, tehát tanulok folyamatosan. Egyre magad, és egyre hülyebnek érzed magadat. És egyre hülyébbnek érzem magadat. Igen, igen, én is. ugye azt... abban, amiben nem tartottam a lépést, abba az meg elment mellettem, igen. ott meg iszonyatos mennyiségű bepotolni való. Tehát most pont ilyen ezeket az amerikai producereknek a könyveit olvasó, meg hogy hogy hangszerelnek, meg főleg az elektronika, hogy bejött a, a popzenébe, hogy gyakorlatilag, ugye nyilván az a vonal, amit a DJ-k csináltak mm. korábban, az beszivárgott a popzenébe, és hát mivel ugye tanítom is ezt, hát azért jó, ha képbe vagyok. Meg hát szeretném úgy tudni, hogy, hogy, hogy ne úgy keressék meg a Galambos Zoltánt, hogy hát a csáva 50 éves, akkor mm. majd valami retrozenét meghangszereltetünk vele. <laughs> hanem hogy, hogy lássák, hogy képben vagyok. Visszatérve az alapkérdésre. Visszatérve az alapkérdésre. Meg a Quint-körre. Ja, a quint a a a... még, hagyjuk, még hagyjuk, még az alapkérdést, de először rágyuk majd. Tehát, hogy Csak mind... már a Quint-körön keresztül Igen, akartam valamit, de majd akkor te bevezeted, amikor akarsz. <laughs> szóval, hogy, hogy pont tegnap van egy új magántanítvány, most volt a második órája tegnap, és pont tegnap beszélgettünk, mert láttam rajta, hogy teljesen el van szörnyedve, hogy micsoda az elméleti tudás van már csak az első könyvemben is, hogy hú, van, amit nem tud úgy követni, meg nem úgy érti, meg. És megnyugtattam, hogy ahhoz a műfajhoz, amit ő csinál, hogyha annál nem akar többet, akkor, akkor bőven elég tudni a hármas hangzatokat, azt tudni, hogy egy durskálán milyen hármas, négyes hangzatok vannak, de már négyes hangzat is határeset, mert igazából abban a műfajban nem nagyon tombolnak a négyes hangzatok de nagyon izgalmas volt, mert valamelyik kedvencét ö, említette, ezt kikerestük a YouTube-on, és ö, az pont egy, ez is kérdeztem, az pont egy freak dallam mm -hmm. volt. Tehát ilyen molnak tűnő, de tudod, rögtön kis igen, szekundan igen, indul, izgalmas volt, és full idén volt, tehát ilyen, nem mondom, hogy a, hogy a mainstream, de, de egy ilyen kísérletező, de mégis nagyon fülbemászó, tehát iszonyú jó volt, jól szólt. Amúgy tök, szóba hozod már, hogy a popzenében már most már nem csak ezek a cédúros nagyon nem, nem. hangzások vannak, hanem, hanem, ha meghallgatod a, most a trappet, vagy, vagy a hip hopot na, nagyon hallod ezeket a jazzes akkordokat. Tehát nagyon sok, Is, nagyon igen. sok ilyen jazzes motívum van, a, a, ami, ami már hangulatból eredően hallod, hogy ezek ilyen nagyon szűkített cuccok, és, és azon nem a, a szokványos. Bár azok a lupok e, szerintem, nem? Nem, nem? nem, 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 nem. Tehát ott, ott nagyon sok jazzes, jentans, jazz tanszékes kezdett pop zenét csinálni eleve. Uh -huh. Most nyilván van egy új generáció, aki mondjuk a Berklin végzett, és ők nekik eszük ágában nincs jazzen belül maradni, hanem elkezdik fúzionálni a modern hatásokkal. Tehát, hogy ők nem maradtak, hát megmaradtak a klasszikus értékeiknél, de ők azonnal befordították a saját vonalukba, és így persze, hogy beszivárgott. És rengeteg ilyen kis zenei zseni megjelent már itt a fiatalok között is, és alapból így elkezd keveredni ez a kvázi klasszikus Igen. tudás az új vonalas dolgokkal. Ettől megy előre a műfaj. Tehát igazából, ha megnézzük az egész zenetörténetet, és mondjuk ezen belül a pop történetét mondjuk az 50-es évektől, akkor azt láthatjuk, hogy ugye itt, itt egy pár olyan dolog van, ami előre viszi. Az egyik az, hogy a, Pontosan ez, hogy a műfajok hatnak egymásra, és kezdenek egymásba olvadni, a különböző zenészek különböző tanultságból jönnek, és teszik bele a saját kis egyéniségüket, és ettől, ettől fejlődik, ezáltal jönnek létre új műfajok, ettől nem lesz szerintem soha unalmas. És talán pont ez az, amitől, a, ami miatt bízom benne, hogy a mesterséges intelligencia nem fogja tudni kiváltani teljesen az embert. Tehát csinálnak izgalmas dolgokat, csinálnak állati jó dolgokat, sőt, hallottunk már olyat, hogy jobb, mint az eredeti. Még egy kicsit szkeptikus vagyok, de valószínűleg ez, ezt el fogja érni az mesterséges intelligencia, hiszen pont erről szól. Az hát ugyanúgy tanul, mint egy gyerek. Így van. Csak nem felejt el semmit. Igen. Ez a nagy különbség. Hogy hol tartottunk? Hát az, hogy keverednek az új stílusok. Keverednek a stílusok. Tehát, hogy, hogy ez most megint egy nagyon egészséges, előremutató irány, hogy, hogy igen, akik jazz tanszakot végeztek, azok behozzák a jazzes, a jazzes világot valamilyen szinten, de nagyon sokat kísérleteznek elektronikával, az is tök izgalmas. Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy, hogy, hogy az se ördögtől való, hogy elképesztően jó effekteket lehet, Ezek ezekkel a vokácsopokkal mm. már olyan izgalmas dolgokat csinálnak, hogy tényleg szinte felismeretetlen. De ugye itt is minden arról szól, hogy ritmus, dallam, harmónia, tempó, Viszont dinamika. akkor meg azt válaszoltuk meg a kérdése, hogy igazából elég a hármas hangzat, max a négyes hangzat, de ha már ha az ember egy kicsit így kimozdul abból a, a pici komfortzónával, amit az adott stílusod már nem elég. Tehát már, már rögtön azért ott, ott már kinyílik a világ, és ott már tisztába kell lenni azokkal, hogy itt azért már ö, többen múlik egy egyszerű trükk. Igen. Egyébként ö, valójában mindig oda térünk vissza, és ez, ez ö, az összes ilyen akadémikus vitát ezzel le lehet pillanatok alatt zárni, hogy hát úgy szoktam mondani, de egy picit ilyen túlságosan csúnya a kifejezés tőlem, de ezt most elmondom, hogy, hogy süketeknek zenélünk, de nem hülyéknek. Tehát, hogy az van, hogy a, hogy a, a közönségtől nem elvárható, hogy zeneakadémiát végezzen, és a leg és fantasztikus zeneelméleti összefüggéseket megértse, amikor ő csak élvezni akarja a zenét. Tehát ő rá inkább a pszichedelikus, ezek a pszichés hatások nála tudnak jól működni. Ugyanakkor, hogyha meg lenézzük a közönséget, ahhoz meg nem hülye, hogy észrevegye, hogy nincs, nem működnek azok az energiák, mm -hmm. amik kellene. Tehát tudat érzi, hogy... Abszolút, tehát, hogy ez nagyon fontos. Igen, ám erre azt mondhatjuk, hogy na jó, hát akkor elegek a hármas hangzatok. Tök jól el vagyunk velük. Am amúgy is az elmúlt, mit tudom, 80 év slágereinek a 90%-a 3-4 akkordsorra sorra épül. Hát akkor megvan a recept. Viszont azt látjuk, hogy mindig a kísérletezés visz előre, tehát ha valakinek, megint csak a célok. Ha valakinek egy olyan elképzelése van, hogy ebből úgy akar megélni, mondjuk producerként akar megélni, aki különböző ö, zenei műfajokban otthonosan mozog, annak kísérleteznie kell. Meg itt Magyarországon is. Mert producerként nem teheted meg, hogy csak egy dologhoz értesz. Pontosan. pláne, hogy, tehát, hogy oké, nyilván vannak olyan producerek, akik mondjuk egy adott zsánert csinálnak, de azt nagyon jól, én is előfordul, de valaki mondjuk egy kicsit ilyen multitalentum, vagy egy több vonalon mozog, ott már csak a kommunikáció miatt is muszáj egy picit mélyebben megérteni. Abszolút. hogy dolgozik egy énekessel, dolgozik egy, egy, csóri gitárossal, és ott, ott valahogy el kell kommunikálni, hogy mi Tehát, És hogy... Hogy... akkor beszél... még egy külön adást lehetne arról csinálni, hogy egy producernek meg mit jelent az, hogy producer, kinek mit jelent. Meg. Igen, igen. Tehát, tehát én, én, mindig azt szoktam mondani, hogy most nyilván nem is tudod beseggelni az egészet, mert nem is akarod bevárni, de, de a kommunikációs alapvető dolgok miatt muszáj tisztában lenni az alapokkal. Én ezért nyüstöltelek azzal, hogy az alapfogalmakra tegyük le, mert hogy azokat is egy csomószor rosszul használja a stúdió környezetbe, hogy igen. hogy akkor most tegyük feljebb, lejjebb, mert tudod, vannak ezek a dolgok, és, és vannak ezek a totál félrehasznált kifejezés. Igen, hát meg a rosszul használt kifejezés. Igen. igen, 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 igen. Na, szóval akkor mi, mindig ott, vagyunk témában, hogy tehát most akkor azt az guboztam ki a válaszodból, hogy, hogy, hogy igen, de, de mégse. Tehát hogy, tehát, hogy valójában el, elég mondjuk ez, ami mondjuk az első könyvben van, bár az már túlmutatott a hármas hangzatokon, tény, de nyilván, hogyha mondjuk el, el akarunk kezdeni kísérletezni, akkor elengedhetetlen, hogy, hogy még jobban a dolgokba. Igen. És már az első könyvben is ugye pengetem azokat a húrokat, hogy hogy egy bizonyos dologra lehet más aspektusból ránézni. Most egy nagyon egyszerű dolgot mondok, egy hangköz lehet ö, több kö, többféle környezetben, többféle jelentése van. Ugye ez dalomalkotásnál is így van, és talán majd, ha egyszer lesz harmadik része mm -hmm. ennek a könyvnek, akkor egy kicsit majd beszélünk zeneszerzésről, meg dalomalkotásról, meg harmonizálásról, vagyis hát írok majd róla de hogy például egy bizonyos hang is különböző ö, akordikus környezetben, vagy különböző diatonikus környezetben teljesen mást jelent. Mondjuk egy E hang, az egy f durnak a major hangja, a c durnak a terce, egy a a kvintje, és ugyanígy ugye egy, egy nagy terc, például amiből csak egy sima dúrskálán három darab található, az rögtön azt is jelenti, hogy az a nagy terc az három különböző skálán, de nem is megyek a mélyére, mm. mert ez úgyis benne van a könyvben, csak hogy, hogy, igen, el kell kezdeni kicsit másképp nézni dolgokra, és el kell kezdeni kísérletezni, amennyiben nem az a cél, hogy Hát ilyen tök jó dolgokat csinálok, szeretem ezt a műfajt, sokat hallgatok, és ilyesmiket csinálok, és aztán beteszem a fiókba. Igen, de meg nem kell igen, 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 azt vettem, hogy ez mindig viszonyítás kérdése, Abszolút, hogy, hogy mit hogyan kezelünk, mert mindig kontextus kérdése. Ö, van viszont nekem egy olyan általános kérdésem, amivel mindig találkozok a, a kezdőknél és, és ezt picit a tekkönyvednél is tapasztaltam, de és erre kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez, 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 gyakorlatban hogyan működik, mert te végig vissza a tanítványokat az úton. Hogy általában az elején, főleg amikor elolvasod a, a, könyvednek az első 30 oldalt, az első pár oldal még ok, és utána kezdenek így begőzölni, és akkor tudod így piros lámpa, hogy Igen. úristen tehát, hogy, tehát hogy, itt dobálózva elkezdesz jönni a hangközök, és a hangközöknél kezdik el, eldobni az égszíjat valahol. Legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy ott, ott, ott kezd, ott kezd a dolog bonyolultá válni. Onnantól kezdve, hogy nem fél számolunk, tehát szemitónokba, onnantól hát. kezdve dobják az ég, égszíjat. És szerintem jogosan mondjuk a kezdő szemszögéből nézzük. Ez egy teljesen normális folyamat, mondjuk az összes tanítványodnál, ez az első, és akkor hozzá kapcsolódó kérdés, hogy mi, hogy, hogy ez normál esetben mondjuk milyen evolúciót jár be mondjuk egy oktatásnál, hogy hol van az a pont, ahol tényleg így leesik, vagy, vagy ez mindenkinél más van, vagy mindenkinél más van, hol van ez az aha moment, amire az egész összeáll egy rendszerre. Mert az elején nem, akármennyire mondod, hogy a rendszerben gondolkozunk, senki nem látja a rendszerbe, mert te fölülről már átlátod, mert ezzel foglalkozó viszont a kezdő, az valamilyen oldalról elkezdi megfogni a dolgot. Teljesen normális. De abszolút normális. Tehát főleg felnőtt korban. Gondolj bele, egy teljesen új nyelvet kell megtanulni. Az van, hogy, és ebből a szempontból egyébként szinte teljesen egyforma a folyamat minden egyes tanulónál, és éppen ezért én a hangközök, amíg a hangközöket meg nem érti úgy valaki, akinek ezzel céljai vannak, ahogy én azt szeretném. Igen, 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 igen. Már szeretnéd. Addig nem is megyek tovább. Tehát akkor inkább azt mondom, hogy akkor itt álljunk meg, akkor az legyen lezongorázva, legyen legitározva, tök mindegy saját hangszeren, leénekelve, megforgatva, kiforgatva, fejben fogok kérdezgetni, tehát szivatom mm. a, a tanítványokat, <coughs> persze a saját érdekükben. Szóval, ja és hol az átkattanás? Ott van az átkattanás, amikor ez, ez így bekattan, hogy, hogy aha, hát hogyha nagy szeptimet kéne valamire fognom, akkor egyszerűbb, hogyha alámegyek egy kis szekunddal, és az ugyanaz, mert az a fordítás mm. megérti, akkor azt még elmélyítjük, akkor kicsit játszunk hangszeren, hogy azért meg legyen manuálisan is a dolog, majd a azért összefügg, nyilván ezek különböző ilyen tanulási módszerek, és ezeket összekapcsoljuk. És onnantól kezdve, ha valaki ezt megérti, nincs akadály. Mindent meg fog érteni. Tehát akkor nyugodtan mondhatom a nézőknek, hogy nincsenek egyedül, akik mondjuk abszolút, elkezdik őt. olvasni ezeket az anyagokat, és vagy a Kesslernél, vagy nálad már kezdik, Kesslent, kezdik, kezdik, már dobálni az ékszét, hogy úristen, hogy hát, mert a hangközöktél lehet dobálni az ékszét. Igen, igen vagy azon, mondtad, hogy általában a hangközöknél szokták eldob, eldobálni, hogy annak kész, hogy elkezdesz latinul beszélni. Ó, igen, izé. aztán görögül. Igen. <laughs> igen. <laughs> igen. Tehát akkor ez egy teljesen normális folyamat, és akkor, És akkor utána, utána jön ez az aha, Aha pillanat általában mindig. Vagy ott adják föl. Vagy ott adják föl. Igen. Igen. Milyen arányú a feladásom? Csak kíváncsi vagyok, hogy, hogy általában. Mm -hmm. Most én arra vagyok igazából kíváncsi, ha már így az oktatásnál vagyunk, hogy létezik olyan, hogy botfülű, amit így szokott hívni magyarul, egy a köznyelv, vagy ez csupán szorgalom kérdése, vagy van tényleg olyan ember, akinek nincs érzéke hozzá. Ba, én, vagy csak én, a szorgalom kérdése össze az egész, és mondjuk mondjuk lehet, hogy valakinek nem megy annyira elsőre, neki több időt kell belefektetni, de valahol a, a, a vége az ugyanúgy van. Hát ezen magam is sokat gondolkoztam nagyon, de most már van egy koncepció a fejemben. Egyrészt megint csak van itt egy városi legenda, ugye szét kell választani az abszolút hallást a relatív hallástól. Az abszolút hallás az az, hogy ki nem megy a vonat, dudál egyet, de és hallom... azt mondom, hogy B. ott meg hogy... a hang közöket hallod? Relatív meg a hangok viszonya. Na most egy zenésznek a relatívra van szüksége, az abszolút hallással inkább csak villantani lehet. Tehát semmi értem a világon, nem, nem használod semmire. Sőt, hogyha mondjuk el, leülsz egy rendes zongora mellé, és az negyed hanggal, ar, vagy fél hanggal van hangolva, akkor nem tudsz rajta játszani, mert mindig a füled húz a rendes mm -hmm. hangnem felé. Tehát igazából több bajt okozhat, mint, mint előnyt hozhat. Hát Ugye, már rossz lehet, hogy fel kellene, hogy mindent hallasz, hogy, hogy hamis borzasztó. Az, az valami borzasztó. borzasztó. Tehát valószínűleg hegedűs csajoknál jól lehet vele csajozni. De, de egyébként nagyon sokkal többre nem lehet vinni. Viszont az abszolút a relatív hallás az, az nagyon fontos. Én egyre erősebben hiszek abban, hogy nincs ember, akinek ne lenne zenei hallása, és nincs ember, akinek ne lenne ritmus érzéke. Más kérdés, hogy hogy vannak emberek, akik ezt elfogadják, és akkor azt mondják, hát nem tudok táncolni, vagy nem szeretek táncolni, mert nincs ritmusérzékem, de ezt nyilván nem mondja ki. De már benne van mögött, hogy lusta vagyok igazából váltani hát, vagy az, az időt. Alja, mert Igen. hogy nincs rá szüksége, hogy mistér, elmegy reggel a gyárba, délután hazamegy, megiszik egy sört, nézi a mm. tévét, lefekszik, ahhoz nem kell érzék. De ha valaki zenél, abból meg ki lehet hozni. Van, amikor ez óriási meló, de a hallás is. Tehát eleve amikor valakinek nagyon azt látom, hogy nagyon rosszul áll ez a dolog a fejében, akkor azt kezdem el, hogy csak félhangokat lépek, és hallja meg, hogy fölfelé vagy lefelé lépek. Tehát ez a tulajdonképpen a zenei óvoda szintjéről indulunk. De én hiszek abban, hogy mindenkinek van hallása, és van, akinek nagyobb szorgalom kell ahhoz, hogy, hogy ezt ilyen perfekt szintre húzza. Van, akinek meg, ja, ezt tudtam, ez a neve, ezt is akkor Aha. hallja rá, éneklé, tehát... Uh -huh. tehát... igazából azt akartam kihúzni mert hogy, hogy gyakorlással kb. Mindenki, megtan mindenki megtanítható. mindenki Mert, szerintem az a baj, hogy az oktatásban is egy picit benne van, tudod, ez a, régi poroszos rendszerben, hogy, hogy, ugye, ugye, a, zenéhez érzékkel, és, és például jött egy komment is a, a, könyved alatt, én nagyon bírom ezeket a biztos, hogy egy jazz szakos volt, és nem, nem, nem akarok sztereotipizálni, hát, hogy ezt minek tanulni a zenéhez érzékkel, meg érezni kell, ezt nem lehet tanulni, és hát a többi, stb. Is megmondta. Stb. Stb. Tehát azért mondom, hogy jönnek ezek a dolgok, hol, hol, ott ez egy picit ilyen kirekesztő azzal szemben, hogy, hogy valakinek lehet, hogy tényleg nehezebben megy az eleje. Igen, de Dani, a zene az mindenkinek jár. Tehát a zene az egy akkora élvezet, az akkora élmény, hogy, jó van, nincs hallásod, izé, de mondjuk szívesen hallgatsz valamit, hallgassad, élvezd, és akkor lehet, hogy eljutsz, szinte egy, egyszer oda, hogy hát egy kicsit jobban szeretném érteni, hogy mi a fene történik itt, mert annyi, miért tetszik ez nekem ennyire. De van, akinek erre nincs igénye. De ez nem jelenti azt, hogy persze nyilván mindenhez kell rátermetség. Hát biztos meg tudnám tanulni a téglákat egymásra rakni és maltert keverni, de nem lennék olyan, mint egy olyan köműves, aki mondjuk így, tudod, hogy olyan az érzé, olyan a habitusa, hogy ezt már gyerekkorában tök jól csinálta a legókból. Tehát, hogy mindenhez kell egy egy orientáció, uh -huh. inkább uh -huh. így mondanám. Uh -huh. e, azt megbeszéltük már, már, hogy az alulképzettség nem feltétlenül jelent előnyt hosszabb távon, ha producerek, ha akarunk lenni, ez nyilván. De van-e olyan aspektus, amikor a túlképzettség jelenti maga a hátrányt? Van, Van, van. van. Én például kerültem ilyen helyzetbe hogy nekem volt egy ilyen elég nem is olyan rövid alkotói válságom, pontosan amiatt, hogy gyakorlatilag mindent megtanultam, amit, hát nem mindent, amit lehetett, de mindent, amit akartam, vagy úgy éreztem, hogy tényleg magas szinten vagyok tudásban, és nem jöttek úgy a dalok. Tehát elkezdtem nagyon ilyen matek, tudatosan. Nagyon matekoszni. Nagyon matekozni, és nem volt olyan, hogy beültem a kádba és elkezdtem tudolni, és ú, de jó dal, és már veszem is fel, hanem csak úgy születtek dalok, hogy... Patikra mérlege. Uh -huh. És akkor ez nekem egy nagyon komoly válságot okozott, és a, igen, akkor jöttem rá arra, hogy a képzettség, vagy mondjuk ahhoz a műfajhoz képest a túlképzettség, amit akkor éppen a műfajban alkotni akartam, az bizony bizony hátrány volt. Aztán ez nyilván ezt belső munkával ezt át lehet fordítani. Tehát akkor ez is lehet hátrány, amikor a túlképzettséget nem tudjuk kezelni. Tehát mondjuk tényleg valaki mondjuk klasszikus zenét tanult, és a pop zenében akar mondjuk érvényesülni, akkor ez mondjuk lehet egy, egy akadály, hát hogy... Eleve egy akadály, hogy, hogy túl igen, az igen. előbb, hogy lenézi. Hát, hát, akkor igen. hogy fogja -e tudni csinálni? Hát, mondj, jó, ez inkább a, a snob réteg, de, 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 van, te, tegyük fel, aki tényleg mondjuk megunta, mert hogy megutáltatták a, a, az iskolába vele, én nagyon sok ilyennel találkoztam. Hát Abban jó az iskola. Hogy, 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 hogy iszonyat penge a hangszerén, nagyon penge tudásban, lexikálisan, mint gyakorlatban, tehát egy kitűnő de gyűlöli. Igen. És minél távolabb akar kerülni tőle, és ezért köt neki dubstepbe igen. a jazz székesek. Az elmúlt <laughs> három évben, vagy hat év rossz műfaj, ami, teljesen más hozzáállás, mondjuk az inkább egy sound világ centrikus világ mint sem, hogy ott nagyon megfejtjük a frikstálát. Tehát és, és, ott kvázi nem azt mondom, hogy mindent kidobsz, de, de nagyon sok minden teljesen másképpen kell gondolkozni, és ott az, az a legnehezebb, hogy ott leegyszerűsíteni azokat a dolgokat, amit ő mondjuk ő, tudom én, ő például egy dalt megír, és akkor azt mondod neki, hogy ebbe a dalba 12 dalnyi ötlet van. Mert, mert hogy annyi, annyi frazit, meg, ja, meg annyi motivumot belget, és akkor mondom, akkor ebből szedj egyet, és az dolgoz ki. Igen, mert a, abban a műfajban egy másik elemet kell kidolgozni, abban kell pengének lenni. Nem a dallamalkotásban, meg a harmónia egymás az, főzésére. Az, az, mert túlharmonizálja kell Hanem ritmikában. Igen. Tehát, hogy tudni kell eleve, hogy milyen ritmusképleteket használ a műfaj, milyen soundokat használ a műfaj, és amikor ezt tudom, és kidolgoztam magamban, és kezembe van, akkor lehet elkezdeni kísérletezni a műfajon belül. Hát addig, amíg ránézek így fölülről egy műfaj, és azt mondom, hogy többen nincsenek akkordok. Hát ez csak egy gyakor. Igen. Igen. <tosz> egy gyakorból is lehet zseniális dolgokat csinálni. Egyébként van rá nem egy, nem kettő nagyon sok, nagyon sok egy gyakorlatos lágyár van. Szóval visszatérve az alapfelvetésünkre, tulajdonképpen, hogy ez, ez mennyi egy ilyen gumitéma olyan tekintetben, hogy nagyon nehéz meghatározni, hogy mekkora tudás szükséges bizonyos dologhoz, mert sose tudni az, hogy két év múlva éppen milyen stílusban lesz. Tehát, ha mondjuk, hogy én biztosan tudom, hogy én még négy év múlva is ugyanazt a szart csinálom, bocsánat a nézőkért, ak ak akkor ez egy kiszámíthatóbb dolog, és tényleg lehet, hogy elég el az a, az akkori tudásommal, mert nem mozdulok ki kvázi a komfortzónámból, de ha kitalálom, hogy én valami jazz fúziós, pszichedelikus, uh, mulatós fogod csinálni, és, és minden hát van benne. Hangzik. És minden van benne, akkor ott az én mélyre kell ásnom a nyúlüregébe, hogy, hogy egyáltalán ott életbe maradjak, már csak elméleti fronton is. Ezért jó a minél magasabb színvonalú tudás, minél professzionálisabb kezelése. Mert ugye a magas szintű tudásról bármilyen szinten tudok, ö, produkciót előállítani, vagy bármilyen alkotást létrehozni, ha azt a műfajt nem becsülöm le, és megfelelő elemző képessége rendelkezem ahhoz, hogy az a műfaj mitől működik, ott miben kell pengének lenni. E, Oké, okay. tegyük fel, hogy ez, ez, ez így megvan. Hogy tudod szerinted a legjobban ezt megtanulni? Tehát, hogy amikor érzed, hogy mélységre van szükséged, és, és, mondjuk nem akármilyen mélységre, ak akkor szerinted mi a, mi a, jó megoldás? Beszéltünk már autodidakta tanulásról, beszéltünk már erről a tanárral való tanulásról, de mégis ebben a mai világban annyi lehetőségünk van, hogyha te lennél most mondjuk a, a vagy egy tanácsadó a tanítványait számára is nem haza beszélsz, akkor mik azok az utak, amikor valaki felismeri, hogy igen, el kell a tudásomat, hogy mi ez az út. Nyilván nem mindenki tud, mert nem is akar beiratkozni 10 évre Justin székre. Most nem tudom mennyi. <coughs> Sok idő. Négy-öt év biztos van. Négy. Plusz, gondolom, ott is van mester, nem? Azt hiszem, hogy Justin akkor nincs még, sajnos. Nincs, de, de egy négy alsó volt, Tehát most nem mindenki fog pláne 30 fölött most Beiratkozni, hogy, hogy hogy tudja ezt a tudást elmélyíteni, hogy oda csapódik olyanokhoz, akik esetleg ö, ebben nagyon pennyét vannak, és kvázi magántanítványként, vagy vagy elkezd elemezgetni, vagy mi a, mi a szerinted a jó út erre, amivel, amivel nem hibázik túl nagyot. A jó tanulás az kreatív utánzás. Az, hogy most te a mentorodat utánozod, vagy a kedvenc dalaidat a YouTube-ról leszeded, és azt utánozod, és amikor leutánoztod, akkor kezded el fejleszteni, mert akkor viszed bele az egyéniségedet. De alapvetően szerintem a tanulás, és szerintem mindent a világon így tanultunk meg. írni, olvasni, az, az kreatív utánzás. Minek, minek feltalálni olyan dolgokat, amiket már feltaláltunk, ahhoz rövid, már feltaláltak előttük, mm -hmm. ahhoz rövid az élet. Azt, ami minden tudásanyag, ami van, az be kell szívni. Az, hogy most mi a leghatékonyabb, az megint csak azt gondolom, hogy, hogy ö, egyéne válogatja. Mert van, akinek kell a tanár, most például az új tanítványom olvasta a könyvemet, mégis eljött hozzám, mert mondta, hogy ez jó lenne egy pár dolgot. Mm. Így. Én mondjuk nagyon hiszek ebbe a mentor, mentorált dologba, ezt tudod, de én magam is nagyon sok mindent tanultam meg könyvekből, de az is igaz, hogy azóta tanulok meg könyvekből dolgokat egyedül, amióta változtattam a személyiségemen, mert mit tudom én, 20 éves koromban tanár nélkül semmire se mentem mm. volna. <kül> Tehát nekem kellettek azok, a, azok az inputok, amit egy amit egy ilyen nagy szakért, és egyébként nem fogadtam el minden tanár csak azokat a tanárokat fogadtam el, akik nagyon tudták azt, amit csinálnak, és csinálták is. Uh -huh. Tehát, hogy ez nekem nagyon fontos volt, hogy ők mind aktív zenészek legyenek. Mert az, hogy most nekem a Dumával, aki a nem tudom miről, és közben meg kezébe adsz egy hangszert, és uh -huh. össze-vissza, az, az hiteltelen. Hát nyilván meg kell találnod számodra uh -huh. a hiteles arcot az adott stílusban. Hát mert a mentor megtalálásában ez egy kulcsfontosságú. Uh -huh szerep, föl, lépés. Igen. Ö, menj, kinek működhet ez a matematikai megközelítés? Én most azért láttam egy csomó ilyen írás, vagy ilyen videótól, nagyon keményen belementek ezen elmélet matekjába, de egyenletek szinten, és, és és mindenki jött, tehát nagyon, nagyon ijesztő. Majd átküldöm. Tehát, hogy Jó. levezették, tehát ott kezdődött, hogy szinusz hullám, felharmonikusok, Fourier így és akkor ez az alap tudás, ami nem egy középiskolai matek, és onnantól kezdve neki ment a csávó az összes... Tehát az a felhangrendszer. Az, az egész felhangrendszert mm. levezette egyenletekkel, és, és tulajdonképpen így, így logikusan, így nagyon logikusan levezette, de nyilván mondjuk, ha valaki ebből a világból jön programozó, mate, nem matematikus, vagy bármi, aki a reál, a reál világból jön, és nem ebből a művész világból, azt a legtöbbünk, egy, egy, egy sokkal stabilabb a pont talán ha mondjuk ilyen nagyon matekosan kezdi hát, el tanulni. Igen, aki matekos, az egyébként általában szereti is az elméletet, mert ugye ott nagyon hideg logikája van az egésznek, és nagyon Tehát nincs félrebeszélés ott tulajdonképpen. Semmi. Elnézést. És a, hát pont a matekból adódóan jönnek olyan furcsa dolgok, amikről nem is beszélünk egyébként az elmélet kapcsán, mert nem nagyon használjuk ilyet, hogy mit én... Van olyan, hogy bővített terc például. Tehát, hogy hogy nincs, nincs igazából értelme, mert ugye megint abba az irányba megyünk el, és akkor itt beszélhetnénk, megint említhetnénk a kvintkört, hogy a kvintkörön szó körbe lehet menni. Tudod, mindig egyre több kereszt lesz, meg vagy egyre többelye a másik irányba indul, csak felesleges. Mert tulajdonképpen a 6 hat kereszt 6b-nél hat alul bezárul a kör, mert ugye a fisz meg a gesz enharmonikus, harmonikus tehát hogy el lehet menni tényleg nagyon mélyre, és a századforduló klasszikus zenéjében a kortárs zeneszerzők el is mentek, de hát nem, miért kell 14b-be megírni egy darabot, mm. amikor mm. két keresztbe is lehet. Persze, persze. Most csak sem ütöttem, ezt nem számoltam kifejbe, <laughs> de hogy, hogy hogy mi volt az alapkérdésed? Hát, hogy, hogy, hogy mennyire jó a matekos út? Hát kinek, mi? Kinek, mi? Ki én nekem mi? például nem. Tehát, hogy én azért is írtam a könyvbe, hogyha, hogy vannak bizonyos dolgok, amikre tudod a miért, uh -huh. miért pont így van, kérdésre az a válasz, hogy hát ez tulajdonképpen a természetből ered, ennek a felhangrendszerhez van köze, és ezt többször leírtam a könyvbe, hogy akit érdeke, az érdek, az nézen utána, uh -huh. mert én nem fogok, izé, tételeket nézegetni. Na, arra. nagyon érdeketiteket berakom a kommentbe azt a videót, amit találtam, tényleg nagyon Szóval, szóval, még lehet ez is egy jó foglalkozódó pont Igen. a matekosoknak. Igen, tehát én, én, nagyon hiszek abban, akár zenészként is, meg, meg, meg is, meg pedagógusként is hiszek abban, hogy mindenkihez vezet egy út. És mivel ugye elég sokat tanítok, elég sokat tanulok is emberekről, meg ezek, és tulajdonképpen egy problémát most már köszönhetően a tanítványaimnak, legalább 20-25 féleképpen meg tudok közelíteni, és másképp magyarázom, mert látom, hogy így nem érti, akkor megyünk egy másik vonalról. Talán ezért fontos egy mentor, mert mert vezet a te saját utadon. Tehát igen, ha te matekos be, vagy, a, akkor... Betudja be, be fejteni a te probléma igen, 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 igen. Igen, tehát ez, azért ez, ez nagyon nem mindegy, mikor egyedül vagy itt a, a, az útvesztőben. Jó. Meg sok hm. a hülyeség. A, fölmész az internetre, nem láttam még egyetlen egy internetes felületet se, ahol rendesen le lett volna szedve egy dalnak a harmónia köre. Egyet se. Na, rossz hang nem volt. Minden vagy rossz. Minden rossz. <laughs> És ugye ellenőrzetlenül kerül föl minden adat, minden információ, tehát ilyen szempontból is nehéz egyedül boldogulni, ugyanakkor meg vannak nagyon jók is. Hát igen, ez a nagy számok törvénye. Én mindig az, én azt szoktam mondani már samplingnél is, hogy ez az első, amikor samplingelünk, hogy megnézzük, hogy egyáltalán amit C-nek írnak, akkor az valójában c -je. Nem azért már, hogy nem hiszem el, hanem azért mert emberek csináltak. Igen. És lehet, hogy elnevezés korrontotta, el. <kül> tehát hogy, tehát, hogy lehet, hogy ő jól csinálta már, és lehet, hogy D-nek akarta hívni, de Csak végül C-t írt. Hát, <kül> e, egy picit a megnézett pont. Így. Egyébként igen, közel van. Közel, közel, van a D, meg a C a billentyűzeten. Úgyhogy, előfordulhat az is, úgyhogy mindent ellenőrizni kell, mert mindennek utána Igen, kell Igen. menni. És de nekem tudom, mi az újdonság, hogy, hogy szoktam még a, hangnemet ellenőrizni, hogy rámegyek analyzerrel, és az analyzerekben tudod, ha ráúzod az egeret, akkor mutatja, hogy, hogy ez milyen frekvencia van, ergo milyen hangon. Igen. És akkor megnézem az alaphangot. <há> <há> és akkor, akkor, ha mondom, az alaphang is ott már ott van, akkor valószínű, az ez az komoly. Az. Nagyon jó. Tehát nem szabad bízni semmibe. Igen. Ilyen, ilyen téren, Igen. Már, már csak emberi hibázásból. És a BPM-ekről ugyanígy van amúgy. Tehát. Abszolút. Igen. Tehát, hogy, hogy írja valami, most oké, lehet, hogy féltempó, tehát azt így nagyjából már azonnal látszik, de ott sem mindig igaz. Persze, hát emberek vagyunk, tévedünk, hát elég megnézni a könyvemet, ugye pont most dobtunk egy kör. Ja. ja, ja. jó, hát azért jó azért az, az a kemény két darab. Két darab hiba volt benne. Két darab hiba, azért szerintem elnézhető, de, de nyilván mindenki hibázik, és, és nem, nem feltétlenül direkt. Persze. És az interneten. Attól hát nem feltétlenül hülye. Persze, Igen, persze, Igen. persze, 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 persze. No, tehát amíg a mélységben maradjunk, ezeknél a mélységeknél, ez konkrétan itt kiteszi az adást, mert nem akarok a Quint belemenni. Mert hát mert jó. Az, 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 egy, az egy mélyebb víz, így ez tisztán benne, hogy a <laughs> <költem>, mindegy. <gül> <gül> tehát így, így, beszélünk számtalan stílusról, és uh, nyilván itt az elektronikus zenével kezdtél a, azzal, hogy, hogy viszonylag oda lehet, hogy, hogy kevés dolog kellhet. Aztán én megvétoztam azt a témát, hogy de én nagyon fúziós témákban elmegyünk, ahol, ahol már is nem a klasszikus akkordokkal játszanak, már ott, 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 veszett a fejsze, hogy mondjuk hogy tudja mondjuk a, a kedves tanonc eldönteni azt, hogy, hogy neki ez eléd vagy sem. Tehát hol, hol tehát hogy... Tudás Igen, igen. Tehát, hogy én, tehát laikus vagyok, hogy tudom eldönteni azt, hogy ez most eléd vagy sem, azon kívül, hogy kérdez meg egy mentort, vagy kérdez meg egy tanárt, hogy eldönthető-e az autodidaktán, hogy hogy mennyire van szükségem? No, Szerintem azt... nem, de. De, azt de gondolod, hogy nem? Szerintem nem. <coughs> nem, nem tudod. Tehát nem, nem véletlenül azért járok orvoshoz, meg azért jársz mondjuk személyjegyző. Ez oké, hogy nagyon sokan megoldják az edzést egyedül is, de egy személyjegyző azért van melletted ott, hogy ne sérülj le. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a ha valaki a, a tudását használja, tehát a gyakorlatban dalokat csinál, mit tudom én, abban a műfajban, amit szeret, akkor előbb-utóbb bele fog ütközni abba, hogy van valami hiányossága, mert hát nem mindig. Mert volt, van olyan is, hogy nem hallja, hogy rosszat csinál. De szerintem az csak rutin hiány. Hát az hallás probléma. Hát hogyha... A, hallás egy elő rutin hiány, mert nem foglalkozott eleget vele. Hát igen, végül is, mivel arról beszéltünk, hogy a hallás is fejleszthető. Tehát én nekem, amíg nem volt rutinom, én semmit nem hallottam, nem kibasztak a szolfésről, hát nem tudtam ah. lekopogni ezt. Tehát eleve így indult nekem a zenész hogy kicsesztek a szolfésről, és el is ment a kedvem. Volt egy... hát én is megbukott matekból, emiatt ne szégyed magad. De nem, tehát én konkrétan én haláltufa voltam a, produc a karier, jó nagy részeig a, a elmélet, az olyan szinte, és ez amiatt volt, mert tizenéves koromban elvették a kedvemet. Megszerettették veled, nagyon. Nagyon. Tehát elvették a kedvemet, <laughs> hogy ezt te nem értesz, mert süket vagy. Uh -huh. És ez egy olyan, egy ilyen tudatalatti... Ez a gyerekkorban. ...izé volt, ja. és, és a matematikával amúgy ugyanez volt. Végig kettes volt a matekból, uh -huh. végig kettes volt, holott nem vagyok hülye a matekhoz annyira. Mert, mert mindegy, mert utána programozgattam, de nem ez a lényeg, tehát az ennyi, hogy, hogy hogy ezek a gyerekkori dolgok annyira úgy el tudják várni a dolgot, és mire visszajön felnőtt korodra a lelkesedésed, és rájössz, hogy basszus, annyira nem is vagyok hülye hozzá, hogy, hogy kiderült, hogy rossz volt a tanár, vagy rossz volt a környezet, és tehát az elején én se hallottam emberek között a különbséget. Lehet, hogy a mai napig nem hallom olyan tökéletesen, de ahogy egyre többet foglalkoztál vele, úgyhogy úgy, hogy mondjuk magattól, egy idő után ezeket elkezded így tisztában látni. Hát igen, de, hát, de ezért mondanám, hogy ha valaki nem hallja, az valószínűleg nem foglalkozik elég ideje vele, nem? Hát, vagy elég ideje foglalkozik vele, csak pont azzal a részével nem. Tehát, hogy elég ideje csinál már ilyen szerzeményeket, de... De hát konkrétan én én találkoztam ilyennel, hogy hogy egy nagyon egyszerű harmónia menetbe bekerülnek rossz hangok, amikor valami dropban mm -hmm. egy, egy dallam megszületik, vagy akár egy basszus menetnél rossz irányba megy, vagy rossz hangot húz be. Ugye, mert hát nem, nem csak arról beszélünk, hogy letesszük az akkordokat, és akkor megy rá valami dallam, hanem nyilván vannak ellenszólamok, vannak különböző, ugye, amikor már hangszerelünk. Igen. És nem egyszer, nem kétszer futottam bele ilyesmiben, hogy, hogy, rossz hangok vannak benne, és amikor mondom, hogy rossz, akkor, akkor ugye a másik oldalról azt hallom, hogy hát nem hallottam. ez miért rossz? Uh -huh. És akkor egy picit előveszünk az elméletet, akkor kiavítjuk a hangot, és akkor egyszer csak rááll a fület, tényleg. De amikor már mutatod, hogy jó, akkor már hallottad, hogy rossz? Akkor, akkor, de amikor már mutatod, hogy mi jelen Nem a mindig jó? elsőre. Aha. Tehát, hogy az az izgalmas, hogy Ugye bennünk van ez a jórahallgatás tulajdonsága is, meg ez a demóbetegség szintű téma, amiről biztos már nagyon sokat beszéltetek nagyon sokakkal, hogy, hogy hajlamosak vagyunk magunkat nagyon hamar elfogadni. Főleg, amikor egy szoftverrel dolgozunk, és az nagy, a lehető leghamarabb egészen jó szinte megszólal, meg úgy vissza lehet, és akkor nem veszük észre ezeket a kis nüanszokat. Hogy lehet, hogy te ezt meghallod? Tehát, hogy, hogy ilyen furcsaságok történnek, ami, ami egy kicsit válasz a kérdésedre, hogy igen, bizony, nem mindig lehet egyedül tudni, mm. hogy hol a határ, meg hogy mennyit kell még hozzáfejlődni, meg hol tartok, meg mi elég. Nem mindig. De én azt gondolom, hogy a gyakorlat azért a legtöbb esetben meghozza. Aha, tehát akkor tehát azt mondod, hogy így befordítsam a választodat, csak hogy jól értem, hogy hogy útközben úgyis jönnek olyan akadályok, amivel a mondjuk a kellő önismerettel rendelkezik, akkor azt mondja, Mert hogy... Ne arra azt mondja, hogy ú hogy, basszus, itt, itt biztos a tudáshiányosságommal van valami, és akkor elkezd magától neki menni, mert hallja, hogy nem olyan, mint amilyet szeretne. Igen, igen. De mondom, van ilyen, hogy nem hallja. És akkor akkor tényleg sokat, akkor nagyon sokat kell segíteni. És hát ugye megint csak ö, azt kell, hogy mondjam, hogy személyiség kérdése, hogy ki mennyire fogadja ezt el. De szerintem az is személyiség. A személyiségbeli kérdés, hogy ki mennyire hallja. Igen. Igen, amúgy ez a személyiség kérdésben már nagyon sokszor jött fel a mai beszélgetésen, és ezt én is szeretném alátámasztani, hogy hogy szerintem a maga a, maga a tanulás is, nem csak az zenéről beszélünk. A tanulás 80%-ra a személyiségen múlik, hogy mennyire fogadjuk be a dolgokat. Most például valahol kiraktam egy videót, a lényeg az, hogy volt egy adott témáról szó, tök lényegtelen, hogy miről, és jött egy ellenkomment, hogy, hogy ez miért így van. Uh -huh. hogy, hogy miért kell megmondani mindenkinek, hogy mit csináljon, mert létezik olyan, ezek a, le ez a legjobb indok, amit szoktak használni, hogy művészi szabadság, hogy mindenki azt csinál, és akkor ilyenkor felsorol X nevet, aki ugyanígy használta, tehát feljogosítva érzi magát, hogy ha már ilyen nevek is így használták, rosszul, mert az ilyen, ez, ilyen, ez ilyen, egy ilyen technikai hiba egy fázis hibáról volt szó, a akkor tehát ö Mindenki csinálja. Mert Igen. mivel nézd mert abban az a, az a nagy név is, mert az is, mert az is így csinálta. Tehát akkor ezt miért tekintjük hibának? Hát erre szoktam mondani, hogy ugye vannak kifejezetten káros jelenségek, nem csak a mi szakmában, <hül> hanem mindegyikben, amikor. Többen csinálnak valamit, szarul, és egyszer csak a, azt hiszük, hogy az jó. Igen, igen. És, 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 és az a baj, hogy pont a zene, ami mindig, mindig a zenében, amikor a, nem a technikai vitáról van szó, szóval akkor azzal lerendezünk, hogy ízlésről nem vitatkozunk, és pont. Igen. Tehát így igazából mindenkinek igaza van. Hát persze, hogy nem vitatkozunk ízlésről, csak tudod, a, megint csak mi igen. a cél? Azt igen. szeretné az a valaki, aki most ezt kommentelte, hogy sokan meghallgassák és szeressék a számait? mert akkor ne csináljon azt, amit akar feltétlenül, csináljon azt, amit akar csak azokban a kereteken Ugye. belül, amire azt mondjuk, hogy hát ez helyes. Mert az, hogy amire azt mondjuk, hogy az helyes, az nem úgy van, hogy valaki egyszer egy király a 12. században kitalálta, hogy mi a helyes, vagy beleírták a Bibliába, hanem az attól helyes, hogy az évezredek során úgy ült bele a fülekbe valami, egy harmónias sor, egy blablabla, bla, bla, bármi, tök mindegy, most zené, nem is kell, hogy zenéről beszélünk, bármiről beszélünk. Tehát kulturálisan a, a részünk. Így van. Tehát ez olyan dolog, mint hogy, hogy vannak alapvetően jó dolgok és rossz dolgok. Tehát embertőlni rossz dolog. Akkor is a sokan csinálják. Igen. Mondanám, hogy ez egy jó végszó. Na, összegezzünk. Tehát akkor tulajdonképpen, hogy milyen mélységbe szükséges belemenni egy adott stílusnak, Min mindig a cél. A, mindig, a mi, mindig a cél fogja ezt majd választani, tehát nagyon könnyen lehet, hogy valakinek a tényleg az az adott célja, és azon, ha mondjuk az elemzések, meg a, meg a gyakorlat azt mondta, hogy annál több nem kell, akkor valójában nem kell több. Hát igen, alapvetően ne erőltessük a Bartóki tengelyrendszert, Igen, hogyha hármas hangzott zenét csinálunk. Igen, mert nem, tehát nem, nem, tulajdonképpen mindenkinek más mélységek kell. Tehát lehet, hogy valakinek tényleg átolt kell az egész, és valakinek, valakinek elég csak cél igen. Már, már abban a világban mozogsz, tényleg ennyiből áll, és ott, ott lehet, hogy a Sun design a kulcs, lehet, hogy az a kulcs, hogy hogyan szemplingel. Pont ezt akartam hogy attól nem jelenti az, hogy az könnyebb. Igen, máshol lesz nehezebb. Mástól nehéz. Igen. Már ott, ott elkezdheti a modulárokat csavargatni, és akkor hogy tud még jobban-jobban csipogó dolgot kihozni, mert ott nem. arra. arra nem. De nyilván most, most egy technóban nem fogunk Bartóki magaslatokba nem, menni nem soha, fogom. ha bár. Ha, ha mondjuk. Ha izgalmas ilyet, lenne. Izgalmas lenne olyan tekintetben, hogy például a, a, a aszimmetrikus technó az meg a jazzből építkezik, a jazzes ritmikákból, ha most itt a 90-es éveket nézünk. Igen. Tehát itt is nagyon bele lehet menni rögtön a dolgokba, de nyilván ha mondjuk ilyen biznisteknó, vagy nézzünk ilyen ilyen komercionális dolgokat, ott, ott, ott tényleg nem fogunk egy-két akkor leütésnél többet csinálni, de ott nem is ezen múlik a dolog, hanem a tereken, az automatizáláson, a hang hangszíneken. És, és ugyanannyit elszöszörünk vele, mint amit mondjuk a, a Mester Bélencsizeten el szöszöltünk volna, rég így. <laughs> <laughs> Úgyhogy, de nyilván, ha mondjuk valaki egy popzenét ír, és ennek a popzenének alapvetőleg mondjuk a harmónia egy, egy fő funkciója, akkor ott elenged, elengedhetetlen, <laughs> még ha látszólag egyszerűnek is tűnik hogy, hogy belemenjünk. Igen, tehát mondjuk például a 80 as években rengeteg olyan rock ö, zene volt, amiben azért komoly behettesítések, álmodulációk vannak, tehát ö, hát, meg ott a mert ott a szólók nagyon durvák voltak a, ott a 80-as években. Igen. És, és, azért a 80-as éveket most keményen visszahoztuk. Há tehát Istennek. Tehát ott, ott, és nyilván most mindenki próbálta befejteni, mint, mint úgy, fel, újra feltaláljuk a spanyol ezt, hogy a 80-as éveki szandot hogy lehet visszahozni, és ott nem csak a szand volt a kérdése, hanem a, az, az, is volt a kérdése, hogy hogyan, hogyan tudjuk pont azokat az akkordköröket, meg pont azokat a a frazírókat visszahozni, amit, a, amit a 80-as években úgy megszerettünk. Amit 80-as évek lesz az adallamvezetés. Igen, és hát eh, azt sem véletlen, hogy nem először nyúlunk vissza a 80-as évekhez egyébként. Tehát, De miért hogy... a 70-es ez amúgy? Mert a 70-es amúgy forradalmi volt valahol. Csak a 80-as évek volt szerintem igazán kiforrott. Tehát azt mondta, a 70-es volt a kezdés, és a 80-as évekre éred be A, a 70-es évek volt zeneileg is, és egyébként üzenetében is, inkább az alulról induló, tehát az alulról jövő kezdeményezés, a a belső üzenetek kifejezése. A 80-as évek volt szerintem az a rendkívül egészséges egyensúly e között és az üzleti modellek között. 90-es években meg az üzleti 90-es években meg az üzleti modell elkezdte uralni, ma meg a média ural mindent. Sőt, most már a, a médiának is a... Ma ugye, már az a, IT. Az IT szektor. Az internetes IT. vonal, igen. igen. Ez érdekes, amúgy nekem amúgy a 70-es évek sokkal jobban tetszik zeneileg mint hogy nekem a 80-as évek már bizonyos tekintetben gej. Van, van benne valami. Én, én nagyon szerettem a 80-as évek. A 80-as éveket azért szerettem, mert elképesztően színes. A, a színes? Tehát ott megnézed egy 80-as <coughs> évekbeli billboard listát, ott nincs két egyforma, amit hasonlítan egymásra bármilyen szempontból. Se hangszerelésben, se dallam alkotásban, sound designban. Jó, hogy nyilván ott két-háromféle dobgépet használtak, vagy dobszandot, de azért azokat ki lehetett csavargatni, hogy másképp szóljon. A 70-es évek, igen, hát a 70-es évek szerintem inkább a ezeknek a stílusoknak a, így a meggyökerezés, meggyökereződéséről igen, szóltak. Igen, igen. Tehát ott a rockzene, a beat gyakorlatilag ki, ki? Diszkó, meg akkor jött a diszkó? diszkó, ez a Motown, a Motown féle vonal, igen. Meg ezek nagyon izgalmas, a progresszív, hát ma, rock, ma minden azok, rock, van, ami minden. akkor Igen, ki. igen, tehát a 70-es évek nagyon izgalmas volt. Szerintem zeneileg Abszolút. is. de nem csak mentálisan is. Mentális, nyilván. Kár, hogy nem éltem akkor ott. Na, mindegy. Zoli, ismét tanulságos és izgalmas beszélgetés volt. Ümm. Beszélgetünk majd még hasonlóról, még a könyv előtt is. Még a Quint A Quint még adós vagyok, csak most majd jól elbeszélgettünk, hogy most ide már nem, 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 nincs sok időnk. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy ismét meglátogattál minket, jár a taps. És nektek meg köszönjük szépen, hogy megnéztétek az adást, és szóljatok hozzá a témában is, mert szerintem így zenelméleten felül is nagyon sok olyan emberi, meg olyan, olyan dolgot ami szerintem így az élet minden területén hasznos lehet. Úgyhogy Köszönjük Zoli az útra való én is még... Sziasztok. Sziasztok.